Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Befejeződtek a munkálatok a városi termálfürdő és tanúszodában. A fürdő már elavult, közel 20 éves légkezelő berendezését a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának támogatásával cserélték le. Az új páramentesítő készülék szabályozható, ezáltal energiatakarékos is. A közelmúltban a kisteleki termálfürdő és tanúszoda légkezelő berendezésen megújult. Hogyan valósulhatott ez meg? Előrejáróba el kell mondanunk, hogy az élet azért 2 éve megijesztett bennünket. Az energiaárak, az azt gondolom minden települést elgondolkodtatott, hogy hogyan lehetne ez kevesebb. Hiába van nekünk minden intézményünkben szinte termálfűtésünk. Hiába van egyébként a fürdőnkben ugyanez a rendszer. Mégis azt néztük meg, az áram díja az meghatározó. Ezért azt néztük azokat a pontokat, amivel lehetne csökkenteni ezt a kiadást, ezért nem volt nyitva minden nap a szauna. Csak először egy, majd kettő, majd most már 3 nap. Ezért volt az, hogy takarófóliákat raktunk a medencénkre, hogy a kipárolgás éjszaka az ne indokolja azt, hogy a nagy légelszívóknak egyébként dolgozni kell. És itt jött be az, hogy a légelszívó, ami közel 20 éves, azt ugye senki nem látja, fönt a lapostetőn egy hatalmas nagy gépészeti berendezés, az ma már tud-e kevesebb fogyasztású lenni? Tud-e modernebb lenni? Van-e olyan szerkezet, ami jobb hatásfokkal, kevesebb fogyasztással, de még többet tud? És ezzel a kéréssel fordultunk a sportállamtitkársághoz, és a sportállamtitkárság Kisteleket kiemelve adott arra egyébként nem visszafizető támogatást 100%-ban, hogy ezt a berendezést teljes egészében kicseréljük. És ennek a cseréje történt meg, ami legalább 25%-kal kevesebbet fogyaszt, legalább 25%-kal jobb hatásfokú, tehát magyarul többet tud, és ezáltal ismét egy olyan lépést tudtunk tenni, hogy az energiában spóroltunk, és nekünk, fürdővendégeknek ez egy jobb érzés, jobb levegőt jelent, és még inkább fenntarthatóvá válik. Mennyire fontos az, hogy ehhez hasonló energetikai fejlesztések megvalósuljanak a közeljövőben itt Kistelken? Én szerintem magánemberként is, de településként is azt érezzük, azt keresjük, hogy hogyan tudunk egyébként kevesebbet költeni ezekre, hiszen ezektől megijedtünk, féltünk, hogy ja Istenem, ez ennyibe kerül. És akár az otthonunkban próbáltunk azokat a kis pályázatokat kihasználni, vagy lehetőséget, hogy maga az izzó is, amivel fölkapcsoljuk a villanyt, és természetes, hogy világítás és világosabb lesz, ez kevesebbe kerülhet. A város ugyanígy, a közvilágításra most zajlik az a fajta egyeztetés sorozat, amikor mindent ki akarunk cserélni egy ledes világításra, mert az kevesebb, mint felébe kerül. De ezeket meg kell tudni finanszírozni. És mi abban a szerencsés helyzetben, hogy geotermiával rendelkezünk, 86 fokos vízünk van, most már a maradék egy óránk is úgy néz ki, hogy erre a fűtésrendszerre átáll, és csináltunk most egy olyan energetikai programot, ami azt jelenti, hogy a visszatérő víz, ami még mindig 51 néhány fokosan megy vissza a visszasajtolókútnál, azt hogyan tudjuk egyébként úgy még inkább programozni, szabályozni, hogy ezt még több helyen, még jobb hatásokkal. Ennek kapcsán visszük ki a vizet már a Rákóczi iskola felé. Ennek kapcsán csinálunk a fürdő mellett egy olyan puffer tárolót, ami szabályozottságot jelent, és még több felhasználót. Magánfelhasználók is jelentkeztek, mint például a Kossuth 9-11 mögötti társasház. Tehát vagy átépül ugye kint a Szellem kastélynak nevezett történet, ahol visszatérő vízzel, meglévő bővítéssel, az ottani magas szintű idősek otthonával még mindig tudunk szerződést kötni, hiszen a jelenlegi kapacitásaink csak 25-30%-ban vannak jó esetben kihasználva. Úgyhogy ebben van lehetőség, és ez mind-mind az a pont, hogy hogyan tudjuk a meglévő energiát sokkal hatékonyabban kihasználni. Újabb elismerő díjban részesült a Balástyai, jelenleg Kisteleken élő 49 éves bálogos, Török Sándor.
A szakmáját összefogó országos szervezet az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elismerő oklevéllel díjazta a bádogos mester munkáját. Az idei évben a homlokzat burkoló szekcióban elismerő oklevelet kapott egy balatonszárszói nyaralóért, a fémlemezfedés szekcióban pedig kategóriadíjat vehetett át az Eleki Sarlós Boldogasszony kápolnáért. 2024-es nívódíját kapta ön az idén. Mit lehet tudni erről a díjról? Hát ezt minden évben szoktunk nevezni, úgymond, különböző kategóriákban. Erről azt érdemes tudni, hogy az idénben két munkával is tudtunk nevezni. Balatonszászon készítettünk egy nyaralóépületet, meg a másik, ez Elek, Békés megyében Eleken készítettünk egy kupolát, egy kápolnának a felújítását, és 81 pályamű érkezett be, ebből 36-ot tartottak érdemesnek, hogy zsűrizzék. Ez úgy szokott történni, hogy kijön egy szakmai zsűri, nyilván csomópontokat fényképezzük menet közben, mert ugye lemezburkolatokkal ugye eltakarunk bizonyos rögzítéseket, ugye ezt később ugye ezt már nem látható módon lehet látni, és akkor ez alapján a szakmai zsűri ezt elbírálja. Az idén 2 díjat sikerült elnyernünk, egy a említett szászói nyaralóval egy elismerőklevelet, ebből a Sarlós Boldogasszony kápolnával pedig egy kategóriadíjat sikerült elhozni. Ami mellé kaptunk természetesen mind a kettő mellé egy szerszámvásárlási utalványt, a dobogós díj mellé pedig egy, hát úgymond az autónkat fölmatricázzák, amit kitalálunk bármilyen logóval. Mekkora elismerés ez a díj a bádogos szakmában? Hát nyilván elég komoly díjazások szoktak lenni, nyilván igazából azt tudnám elmondani, hogy nem olyan sokan vagyunk a bádogos szakmában. Hát Csongrád megyéből gyakorlatilag most egy pár éven keresztül én hoztam el díjakat, gyakorlatilag van még egy szegedi kolléga, aki szokott nevezni, ő nem annyira kapott úgy díjakat, de próbálunk ügyeskedni nyilván a munkákkal. Ez a gyerekmedence fölött van. Csak ugye hullott le valamilyen kétszer-kettes kis ilyen, hát amivel az uszodákban a medence készített burkóval, ez a kis üvegmozaik, az volt rajta, és fagyott le fele mindig. És azért maradtak a kék színnél, ez a színük, és akkor ebben fölött. És akkor ez is ugye soronként is szűkül, meg ahogy halad fölfele, ugye kúposodik mindig. Nem, ez csak ezt ott helyszínen kellett legyártani az összesen. Hogyan tetszett meg ez a szakma? Hát igazából talán visszakanyarodnák oda, hogy gyerekkoromban gyűjtöttem a sörös dobozokat, meg az ilyen üdítős dobozokat, ebből vágtam ki különböző figurákat, talán innen adódott ez a lemez utáni érdeklődésem. Így mire oda kerültem a pályaválasztásra, akkor így kerültem erre a fémes szakmára, hogy a bádogos tanulnak fölvettek. Elvégeztem az iskolát, 96. március 11-én lettem vállalkozó, úgymond. És hát eleinte ereszcsatornákat, ugye ezt a klasszikus bádogos munkát, ugye amikor meghallja az ember, hogy bádogos, ugye talán ott a 90-es évek végén ugye ez az ereszcsatorna rendszereket építettünk családi házra. Hát nyilván későbbiekben én is jártam továbbképzésekre Ausztriába, fejlesztettük a tudásunkat a kollégáimmal, és ugye ez már most egyre jobban átalakul ez a szakma, és ugye, tehát itt már vannak homlokzatburkolatok, nyilván épületen több mindenütt megjelenik ez a bádogos burkolatok, lemez kiegészítők, tehát így elég széles így a paletta már. Tehát már most nem annyira ez a fő profilunk, ez az ereszcsatorna rendszer, hanem inkább már különböző lemez dolgokkal elburkolunk épületeket, tehát így esztétikusabbá tesszük ezeket. Milyen lehetőségei vannak a fiataloknak ebben a szakmában? Hát lehetőség lenne a fiataloknak, hogy elhelyezkedjenek ebben a szakmában, de igazából az a legnagyobb probléma, hogy talán a szülőkkel is van egy kis probléma, mert mindenki ugye arra sarkalja a gyerekét, hogy tanulj fiam, ne kelljen kétkezű munkát végezni, pedig ez egy nagyon szép szakma. Én azt tudom elmondani, hogy ha még egyszer kellene választani, ugyanezt a szakmát választanám, mert annyira szeretem, hogy szinte a hobbim is, és
tehát buzdítani tudom én is a fiatalokat, meg igazából azért tettem le ezt a mesterképzést is az idén, hogy nyilván távlati terveim, hogy szeretnék azért majd oktatást is tartani, így hogyha esetleg lenne olyan jelentkező, aki látna benne fantáziát, hogy szeretné elsajátítani esetleg ezt a bádogos szakmát, hogy mert kihalóban van ez a bádogos szakma, nem igazán van utánpótlás, nincs is, úgy tudom, csak Budapesten van. Most egy pár éve újraindult ez a bádogos oktatás. Itt 2000-es évek elején itt Csongrád megyében megszűnt a bádogos oktatás, tehát itt azóta sincs. Itt mögöttünk a háttérben az elmúlt évek díjai láthatók. Melyekre a legbüszkébb? Hát talán 2021-ben Kecskemét mellett Hetény egyházán csináltunk egy kúriát. Ezzel elhoztunk egy nívódíjat, amit így a bádogos körben legmagasabb díjként lehet említeni. Erre nagyon büszke vagyok. Ez mellé járt egy Vándorkályha díj is, ugye, aki, ugye ebben benne van a nevében, hogy Vándorkályha díj, ebben minden évben ugye ezt kiadják, és minden évben az adott nyertesnek a neve fölkerül erre a KH-ra, úgyhogy 21-ben én is fölkerültem rá. Jótékonysági süteményvásárral segítették a kisteleki augusztus 20-ai rendezvényen Mirkót, a 8 éves Duchenne-szindrómában szenvedő fiatalembert. Édesanyja egyedül neveli Mirkót Szegeden, akinek betegsége gyógyíthatatlan, de amerikai génterápiával állapotmegőrzést remélnek. A terápia költsége 1,1 milliárd forint, amit gyűjtésekkel próbálnak összegyűjteni. A kisteleki augusztus 20-ai rendezvényen Sárközi Mirkóért gyűjtenek, süteményvásár van. Betegségben szenved a fiatalember. Mit lehet tudni a betegségéről? Duchenne-féle izomsorvadásos betegséggel küzd. Ez az izmok idő előtti sorvadásával jár. Kisebb korukban még 2-3 évesen nincs is tünetük, aztán sajnos 4-5 évesen már elkezd sorvadni az izomzatuk, ami aztán így fokozatosan épül sajnos lefelé. Ezek a gyerekek átlagosan 10 éves kora körül sajnos kerekesszékre kényszerülnek, később légzéssegítőre, és hát utána sajnos a légzőizmok után a szívet is érinti, úgyhogy ennyi. Hogyan derült ki a betegség? Hát többször elesett a Mirko, mint az átlag kisgyerekek, meg elkezdett pipiskedve járni. De jártunk gyógytornászokhoz, akik azt mondták, hogy csak egyensúly probléma lehet, ami majd így tornával kiküszöbölhetik. Aztán felkerestünk egy ortopédust is a pipiskedés miatt. Hát így utólag, hogy ismerjük a tüneteket, önnek így tudni kellett volna, de igazából ő elküldött minket azzal, hogy nyújtsuk a lábát, és hogyha pár év múlva ugyanígy pipiskedik, akkor egy egyszerű Achilles műtéttel majd helyrehozzák. Úgyhogy mi először azt gondoltuk, hogy csak egy Achilles problémája van, és játszott téren egy ismerősünknek az ismerőse, tehát igazából egy idegen mondta, hogy a családjában van, aki Duchenne-féle izomsorvadással küzd, és hogy kisebb korában ugyanilyen volt a mozgása, mint a Mirkónak. Ezután kerestem rá az interneten, és már másnap felkerestem egy szakembert. Aztán vérvétel, és gyorsan akartam mondani, genetikai vizsgálatot csináltak, és akkor derült ki, akkor volt 5 éves a Mirko. Milyen lehetőségek vannak önöknek? Igen, amikor megtudtuk ezt, akkor azt mondták, hogy ez gyógyíthatatlan, és nem tudunk tenni semmit. Szteroidokat kell szednie a Mirkónak, meg gyógytorna és úszás, ezt ajánlották. Közben hál' Istennek így a háttérben már mentek különböző kutatások, kísérletek, és hát az egyik ilyen kísérlet, génterápia, az fél éve engedélyt kapott. Először csak Amerikában volt elérhető, most már Dubajban is. Ez az egyetlen, ami segíthet a Mirkónak így jobbá tenni a kis életét. Mekkora költségekkel jár ez a génterápia? Hát ez Amerikában 1,3 milliárd, Dubajban pedig 1,1 milliárd forintba kerül átszámolva most. Az elmúlt időszakban itt Csongrád Csenád vármenyében
megmozdultak az emberek, és egy emberként segítenek a fiatal emberen. Különböző gyűjtések is zajlanak. Hogyan lehet segíteni? Igen, nagyon sokan, hát mi is kerestünk meg, ugye kerestük a segítségeket, de aztán meg így tényleg ilyen láncreakció indult be, és utána egy állandóan kerestek valahonnan, hogy segítenének, és hogy van, aki helyt biztosít, valaki egy egész rendezvényt csinált nekünk, úgyhogy itt süti vásárok, meg jótékonysági főzések, gyereknap, ilyesmik voltak. Hát segítség avval tudnak, hogyha ezeken a rendezvényen mondjuk támogatnak minket, és mondjuk mint kisteleken is sütit vásárolnak, vagy van egy, létrehoztunk egy alapítványt, a Mirkóval Legyőzzük a Dusent alapítványt, és arra a szám, azon a számla számon is tudnak nekünk segíteni, hogyha utalnak, vagy. De mi nagyon örülünk minden segítségnek, tehát hogyha valaki tud segíteni abban, hogy még újabb rendezvényeket, vagy jótékonysági programokat csináljanak, az nekünk jó lenne. Hova való? Láttam a kisgyereket, és hova? Itt a kisfiú egyébként. Igen? Szegedi, igen. Szegedi. Jó, tessék oda be. Köszönjük szépen. Na, ja? Hol van? Itt. Hát nagyon akkor gyógyulj meg, Mirko. Iskola előkészítő foglalkozásokat tartott terápiás kutyájával, Brunóval, a közelmúltban Széltünde. A kisteleki tanítónő stábunknak foglalta össze, hogy miben is tudják segíteni a gyermekeket a kutyás foglalkozások. Sokkal jobb, hogy ha a hátán simogatod, megcsinál meg még egyszer bármit. Simogasd meg a kutyát hátánál. Látod, mennyivel nyugodtabb? Csóvál, boldog, de a fejét nem kapkodja a kezed felé. Nem azért teszi azt, mert bármit is szeretne a kezed, de csak egyszerűen érdekli, hogy miért nyúlsz a fejéhez. Míg ha ezt a hátánál kezded, akkor teljesen higgadt nyugodt marad. Nagyon tetszett még valami, ahogy a Kolos simogatta Brunót. Az ami lehetett az? Hogy a szőrével egyre. Aj, nagyon ügyes voltál. Simogasd meg, légy szíves. Most gyere, simogasd meg. A szőreszála mentén simogatta. Ez neki egy kellemes érzés. Soha nem így visszafelé húzod, mert az neki kellemetlen. A kutyát szeretnél simogatni. Első, hogy megkérdezed a gazdáját, hogy megsimogathatod-e. A második, hogy így simogasd meg a szőreszálak mentén, és a hátát simítsd meg. Kutyaterápiás foglalkozásokat tartanak itt kisteleken. Mit lehet tudni ezekről a foglalkozásokról? Igen, ez így igaz. Egy ilyen előkészítő jelleggel, bevezető jelleggel a kutyámmal, aki terápiás kutya, augusztus 5-i héten tartottunk iskolára felkészítő foglalkozásokat. A célcsoport a szeptemberben iskolát kezdő gyermekek voltak, és egy héten keresztül minden nap 5 alkalommal 5x75 perces foglalkozásokra kell itt gondolni. Miből állnak ezek a foglalkozások? Ahogy mondtam, tanítónő vagyok. Pontosan tudom, hogy a gyerekeknek milyen nehézségekkel kell megküzdeni, amikor iskolába lépnek. Nagyon sok gyereket láttam már igen közelről iskolát kezdeni. Sokuknak sikerült is megtanítanom az írás, olvasás, számolást. És ebből kifolyólag ebben az esetben az iskola előkészítő foglalkozásban a célokat, a fejlesztendő területeket, ezt most én állítottam föl, mivel hogy ez a szakterületem, ahogy mondtam, tanítónő vagyok. Nekem a célom között, inkább azt mondom, hogy mi nem szerepelt, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az iskola előkészítő az azt jelenti, hogy megtanítjuk a gyereket írni, olvasni, számolni. Hát pont, hogy na ezt nem. Egy előkészítőn ezeket nem tanítjuk meg a gyereknek, de megtanítunk minden mást, ami ahhoz kell, hogy majd meg tudjon tanulni, írni, olvasni, számolni. Ez egy nagyon összetett, nagyon tudatos, tervszerű folyamat. Amikor az iskolába jönnek a gyerekek, akkor ott is van egy előkészítő időszak. Ez egy 1-6 hetes időintervallum, a gyerekek összetételétől függ. Ha azt látjuk, hogy szükséges a 6 hét, akkor 6 hétig készülünk arra, hogy meg tudjuk kezdeni az olvasás-írás tanítást. De ez lehet, mondom, rövidebb is. Én ezt az előkészítő időszakot próbáltam most megvalósítani a kutyámmal, aki ebben az egész folyamatban, mint motivátor vett részt. Ki tudná megmondani, hogy milyen alapvető létszükségletei vannak egy kutyának? Mert nekünk embereknek is van alapvető létszükségletünk. Gondoljatok arra, és abból próbáljatok következtetni, hogy egy kutyának mi az, amit minden nap
meg kell, hogy kapjon, amiben mi emberek segítjük őt. Náról biztos, hogy tudod. Na, nagyon jó például a szeretet. Így van, szeretni kell a kutyát. Hát, hol az étel és ital. Így van, minden nap eteted, itatod. Főleg ebben a nagy melegben minden nap friss víz legyen a kutyáról. Nagyon fontos. Mi is az, hogy egy iskola előkészítő? Az előbb említettem, hogy nem az, hogy megtanítsam őket írni, olvasni, számolni. Tehát akkor mi? Minden más, ami ahhoz kell, hogy majd az adott időben, az adott helyen ezek a gyerekek meg tudjanak tanulni, írni, olvasni, számolni. Egyszerű dolgok ezek. Például térben tudjanak jól tájékozódni. Nem csak térben, síkban, a saját testükön is. Ezt úgy kell elképzelni, ezt azt szoktam mondani felnőtteknek, mert hát ez nekünk annyira bagatelis egyszerű dolognak hangzik. De ha mondjuk te elmész forgalomba vezetni, és neked nincs meg a jobb és a bal, vagy az, hogy előre-hátra, közben figyelned kell a kressztáblákat, és még beszélnek is hozzád, na hát vezess úgy. Kezdje meg az olvasás-írás tanulást egy gyerek, ha nincs meg neki a jobb, bal, alatta, fölötte, stb. Ezek a fogalmak. És akkor itt lép képben állam a kutya. Ahogy mondtam, hogy ő a motivátor. Mennyivel izgalmasabb irányokat megtanulni, felfedezni egy kutya testén. Szerencsére a kutyának is van jobb oldala, bal oldala. Egy kutya fölé, mögé, mellé, alá lehet tárgyakat helyezni, és azokat a gyerekek meghatározzák ezeket az irányokat. Vagy például az a tapasztalatom, hogy nagyon sok gyerek megreked a mozgás fejlődésben. És itt az iskola előkészítésnél ez volt egy nagyon jó, vagy egy nagyon nagy célom, meg ebben is kiválóan segítő partnerem a kutyám, hogy különböző mozgásformákat végezzünk. Mozgás, kis és nagy mozgások, egyensúlyérzékfejlesztés. Egy kutyát tökéletesen lehet leutánozni. Egy kutyáért, vagy egy kutyával nagyon jól lehet kúszni, mászni a földön, akár egy köles golyót a szájához fújni, labdás gyakorlatokat végezni vele, fogójátékokat játszani. Úgyhogy minden egyes nap, ez egy nagyon létfontosságú kérdés volt, hogy fejlesztem a mozgásukat. Nem mozdul a lap. Én nem tudom, hogy mert... Brunónak nem lesz jó, de... Azaz! Na még! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben beszámolunk a kisteleki betlehemezők csapatának horvátországi kirándulásáról, ellátogatunk a Gipó cirkusz kisteleki fellépésére, és Harangozó Imre, néprajzkutató, Öntsünk tiszta vizet a pohárba című előadását is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!